Mentőmellény sok esetben életet is menthet. Főszezon, a hétvégét is rengetegen töltötték a Balatonnál. Körmönfont tábor, kézműves hagyományok a Szennai Skanzenben. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A mentőmellény használatára hívja fel a figyelmet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A Balaton körül már 8 olyan oszlop található egy-egy strandon, ahol a gyerekek számára ingyenesen igénybe vehető ilyen mellény. A szervezet további állványok telepítését tervezi, ehhez keres szponzorokat. Igyekezedet? Jó, össze tudod csatolni? A mentőmellény felvételét, használatát gyakorolják ebben a siófoki szabtáborban. A gyerekek pontosan tudják, hogy mennyire fontos, hogy felvegyék az eszközt. Mert megmenti az életedet, fönntart a vízen. A vízisportok kedvelőinél elengedhetetlen, hogy minden alkalommal használják a mentőmellényt. Erre nevelik a fiatalokat is. Nálunk az első pillanatban találkoznak vele, és ugyan vannak kivételek, hogy esetleg ahol nem kell nekik használni, de mi mindig azt javasoljuk, hogy minden esetben vízi eszközön meg pláne használják a mentőmellényt, és aztán egész héten a táborunk hete alatt abban vannak a vízen, és teljesen hozzászoknak. Szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire zavaró, mennyire problémás, mennyire kényelmetlen, soha senkinek nem okoz. Megszokják, egyéb válik velük, tehát teljesen az életük része lesz aztán. Itt a siófoki nagystrandon is megtalálható az a mentőmellényállvány, amelyet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kezdeményezésére helyeztek el. A strand üzemeltetője örömmel fogadta a telepítést. A legfontosabb az élményeken kívül a biztonságos fürdőzés biztosítása. Strandüzemeltető cégként annyit tudtunk tenni, üdvözölve a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának idei kezdeményezését. 12 mentőmellényt helyeztünk el a nagystrandon, ez egy közösségi mentőmellény, ingyen vehetik fel a gyerekek, akkor mennek vízbe fürödni, esetleg vízibiciklit kölcsönöznek a szülők, akkor a gyerekek biztonságosan tudják a vízbe tartani. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata immár 3 éve dolgozik azon, hogy minden balatoni strandon legyen ilyen állvány. Eddig összesen 8-at telepítettek. A mentőmellény állványok célja, hogy edukáljunk. Elsősorban az a fő cél, hogy megismertessük a nagy érdeművel, a fürdőző közönséggel, hogy van ilyen eszköz, mert bármilyen furcsa, én mindig azt mondom, hogy 2024-ben mekkora luxus vízbe megfulladni, mert hiszen rengeteg eszköz van arra, hogy ne fulladjunk meg. Na most a mentőmellény az a legpontosabb és legjobb eszköz arra, hogy ne fulladjunk meg, és vízben fenntartson minket, mert minden más eszköz az csak a lebegésünket segíti és tart fenn bennünket. A mentőmellény kiképzéséből adódóan a fejet, minden állapotunkban, akár eszméletlen állapotunkban is, biztosan kitartja a vízből, és hát a létfogságú levegővételnek a nyílásai, bármilyen furcsa, az az orr és a száj, és annak a kitartása a szerepe a mentőmellénynek. A tervek szerint további állványokat telepítenének a Balaton körül. A szakszolgálat ehhez várja további szponzorok támogatását. Az ellenőrzések számához képest kevés hibát tártak fel a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszerlánc biztonsági szakemberei a nyári táborokra kiterjedő ellenőrzés során. 6 esetben találtak kisebb hiányosságokat, és mintegy 1 millió forint értékben szabtak ki bírságot. A hatóság kedden az MTI-hez eljutatott közleménye szerint a 2 hetes ellenőrzési időszak 155 helyszínen 6288 fő ellátását biztosító nyári táborra terjedt ki. A táborok saját konyhái mellett a beszállító éttermeket és főzőkonyhákat is vizsgálták. A nagyszámú ellenőrzéshez képest a feltárt hibák száma kismértékű volt, jellemzően higiéniai hiányosságokból adódtak. Ezek javítására a táborüzemeltetők minden esetben azonnal intézkedtek. A NÉBIH augusztus 15-ig tartó ellenőrzés sorozatának további részében fesztiválok, Balaton környéki vendéglátóhelyek, strandbüfék vizsgálatára is sor kerül. Egy hét múlva zárul a Nemzeti Tehetségprogram jelentkezési határideje. A kormány elkötelezett a tehetségek támogatásában. Erről beszélt Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára.
Ez nem kiadás, hanem befektetés, ami meg fog térülni. A tudás előrébb viszi az egyént és a nemzetet. A fiatalokat támogatni kell, és ez a tehetséggondozásban meg is valósul, mondta a helyettes államtitkár. Idén több mint 3,5 milliárd forintot költ erre a kormány, és ezen a programon kívül is számos tehetséggondozási forma működik, tette hozzá. Még egy hétig lehet pályázni 14 kategóriában 2,7 milliárd forint értékben, 7 meghívásos és 7 nyílt pályázatot hirdettek meg. A nyílt pályázatok nagyrészt ösztöndíjakra vonatkoznak, és egyének, illetve intézmények pályázhatnak a köz- és felsőoktatási, múzeumi, illetve civil szférából. A tavalyi évhez hasonlóan idén is több forrás jut tanulmányi versenyekre, illetve a természettudományi területre. A programok évről évre 300-350 ezer fiatalt érnek el, mondta a szakember. Megtelt a Balaton a hétvégén is. Egyre többen érkeznek a jó időnek és a változatos programoknak, gasztronómiai kínálatnak köszönhetően a tóhoz. Sokan választották a strandokat is a melegben, így több dolguk akadt az első segélynyújtóknak is a parton. Szinte egy gombos tűt sem lehetett leejteni a hétvégén a balatoni strandokon, aki csak tehette, kihasználva a jó időt a magyar tengerpartján hűsölt. A vendégek elégedettek a strandok nyújtotta szolgáltatásokkal is. Fejlődött mindenféleképpen a partszakasz, hát a toalettek azok még egy kicsit fejlődhetnének szerintem, de van minden, ami kell, rengeteg étterem, játszási lehetőség, úgyhogy mi nagyon szeretjük. A jó idő és a több vendég a balatoni első segélynyújtóknak is több munkát adott az általuk felügyelt 19 strandon. A nagy melegre való tekintettel sokkal többen látogattak a magyar tengerhez, így a mi általunk felügyelt strandok is sokkal frekventáltabbak voltak. Én azt gondolom, hogy ez az esetszámokkal is visszatükrözhető. Az elmúlt időszakban több mint 1600 esetet láttunk el. Azt meg kell azért említenem, hogy nem feltétlenül a hő okozta problémákkal, tehát napszúrással, hőgutával, napégésre fordulnak hozzánk leggyakrabban, hanem inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy többen jönnek, ezáltal nagyobb eséllyel alakulnak ki sérülések. Továbbra is a kagyló által okozta vágások a gyakoriak, az eddigi esetszámokat tekintve majdnem a fele az ilyen típusú kagyló vagy kő okozta vágások. A családosok kedvelt helye a déli part, hiszen itt a víz jóval sekélyebb. Hát mi a déli partot szeretjük, mert nagyon itt sekély. Nagyon jó vagy. És a kicsinek is, aki 5 éves, nagyon élvezhető, meg hát az itteni ételek, lángos, palacsinta, stb. Ételek tekintetében is sokat fejlődtek az elmúlt években a büfék, bisztrók. Ebben nagy szerepe lehetett az év strandétele versenynek is, amely évről évre különleges vagy újra gondolt ételek elkészítésére ösztönzi a vendéglátósokat. Ebben a Zamárdi bisztróban minden évben van valamilyen különlegesség az étlapon. A versenyre pedig egy desszert különlegességgel neveztek. Klasszikus tiki desszertet mutatok most nektek, ami nem más, mint a tarhonya puding. Legalább 5 éve van az étlapunkon. Nagyon szeretjük, a tarhonya van felfőzve, citrusokkal, fahéjjal van ízesítve, és a sárga krémmel sűrítjük a tonasz pudingos. Amit nagyon szeretünk ebben a desszertben, az, hogy minden szezonban más gyümölccsel tudjuk tálalni. Amit most láttok, az egy szilvás, rumos csatnival készült. A hagyományos ételek újragondolásában a bisztró csapata mindig is élen járt, hiszen 8 évvel ezelőtt ezért hozták létre a vendéglátó helyet. Szeretünk frappáns ételeket feltenni az étlapra, amiben van egy kis csavar, vagy olyan alapanyagokat összeszedni, ami néha egy kicsit kiveri a biztosítékot. Volt már krokodilunk, békacombunk, most nagyot megy a kovászos uborka levesünk, a rántott kovászos uborka. Ha még sikerül még egy bört lehúzni, akkor valahogy desszertbe is be fogjuk tenni. Mindenképpen szeretünk különleges ételeket készíteni, és a vendégeink ezt már elvárják tőlünk. Bár július utolsó hétvégéjére az előrejelzések szerint már mérséklődik a hőség, az itt élők most is nagy forgalomra számítanak, hiszen a strandi és gasztronómiai kínálat mellett számos kulturális, szabadidő és sportolási lehetőség is várja az ideérkezőket.
Megjelent az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának júliusi meteorológiai és műholdas adatokra alapozott szántóföldi kultúrákra vonatkozó elemzése, közölte az MTI-vel kedden az Agrárminisztérium. Magyarország esetében a műholdas adatok szerint a júniusban becsültekhez képest a július közepi adatok alapján a kukorica esetében 14%-kal, napraforgónál 9%-kal csökkentette a hozamvárásokat. Az elemzés az elmúlt hetek hőhullámának mintegy feléig keletkezett adatokon nyugszik, így köztes becslésnek tekinthető. A tényleges kiesés mértékét a következő napok és hetek időjárása dönti el. A Hungaromet ZRT agrometeorológiai adatai alapján az elmúlt időszak 30 napos csapadék összege az Alföld középső tájainak és a felső Tisza vidékének kivételével 20-50 mm-rel elmarad az ilyenkor szokásostól. A lokális felhőszakadások, zivatarok foltokban enyhíthetik a szárazságot és segítenek a növényállományokon, de jelentősebb és kiterjedtebb csapadékra, valamint a hőstressz enyhülésére lenne szükség, olvasható a közleményben. A már több mint 30 éves Krisna-völgyben július 26 és 28-a között rendezik meg a búcsút. Idén a hagyományos mesterségeké és a fenntarthatóságé lesz a főszerep. A 320 hektáros Somogyvámosi Krisna-völgy, ökofalu és biofarm Közép-Európa legnagyobbja. Közel 150 lakója van, környezetében további 300 hívő él, ám évente 30 ezer turista és zarándok látogatja meg. Az idei Krisna-völgyi búcsúban 3 napon át igazi családi élményprogramban lehet része az érkezőknek. A programok kicsiknek és idősebbeknek egyaránt érdekesek. Az egésznapos színes színpadi műsor a művészetekre és a helyszín kulturális értékeire épít. Megelevenednek az indiai tánc stílusok, hangszerek és táncdrámák, de Kövi Szabolcs fuvola koncertje is igazi feltöltődést ígér. A hétvége fénypontja minden bizonnyal a védikus esküvő lesz, ahol ismét több pár időzíti esküvőjét a búcsú idejére, hogy a család mellett a vendégek áldásait is megkapják a rítus során. Nemezeltek, agyagoztak, rajzoltak és batikoltak is a gyerekek a Szennai Skanzenben. Idén 3 táborba várják a kicsiket és nagyokat. A Körmönfont táborban legutóbb a 7-12 éves korosztály ismerkedhetett a népi kézműves hagyományokkal. Szép hosszú, így és akkor összeakasztjuk. És most visszafele rátekersz egy kicsit. Úgy abban, az hosszabb, mint a másik. Jó, kész is. Az egyik portánál a csavart vonás készült a Szennai Skanzenban. Csavarások, meg ilyen körmönfonások. De mi karkötő lesz belőle? Hát karkötő, meg nyaklánc. És kinek készítette ezeket? Hát anyának is, meg nekem is. A körmönfon táborban mindenki megtalálta a kedvére való programot. Kukoricával kell építeni, meg karikadobás. Karikadobás! Meg gólyaláb. Meg ilyen labdadobás. Idén is a népi hagyományos kézműves tevékenységekkel ismerkedhettek a gyerekek a Szennai Skanzen táborában. Amíg az egyik csapat karkötőket készített, addig a többiek a festett kazettás református templom mintáiból merítettek ötleteket. Ezeket vitték fel kis fatáblákra. Memória lapot csinálunk, és 2 ugyanolyan mintának kell rajta lenni, meg csinálunk még egy hűtőmágnest, aminek nem muszáj olyannak lennie. Mindenki kedvére alkothatta meg a memóriajátékhoz való falapocskákat. Én is a templomból vettem a mintát, és én ilyen tulipán mintát csinálok, és ki fogom majd színezni, és akkor így majd ilyen memória lesz belőle.
A gyerekek agyagoztak, nemezeltek és batikoltak is a Szennai Skanzen idei körmönfont táborában, ahol ezúttal is a népi kézműves hagyományoké volt a főszerep. Én úgy látom, hogy pont ez az sikere egyik titka ennek a tábornak, szülők szempontjából is, hogy kiszakadva a városból, akár fővárosból, hiszen itt pesti gyerekeink is vannak nagyszülők révén, sőt külföldi gyerekek is, és hogy ebbe a teljesen egyedi környezetben biztonságosan elzárt területen, felügyelet mellett ebben a közben olyan tevékenységeket tudnak folytatni, amit máshol nem. A Szennai Skanzen idén nyáron még egy táborba várja a gyerekeket, akik a népi építészettel ismerkedhetnek majd meg. Mentőmellény sok esetben életet is menthet. Főszezon. A hétvégét is rengetegen töltötték a Balatonnál. Körmönfont tábor. Kézműves hagyományok a Szennai Skanzenben. Ennyi fért mai hírösszeállításunkba, tartsanak velünk holnap is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További kellemes estét, viszontlátásra!